Kedves nézőink, ismét eljött az ideje egy kis együtt teázásnak, és ez a mai teázásunk egy kicsit fennkölt lesz, sőt, költői, hiszen 11-én van a költészet napja, és úgy gondoltuk, hogy mi is megemlékezünk, sőt, talán megszerettetjük a verset azokkal is, akik nem szívesen olvasnak verset. Mi viszont zenében kínáljuk őket. Tehát először az Andrássy Duó által megzenésített magyar költők verseit hallgathatják majd meg. Ezután pedig azt is mondhatnám, hogy kívánságműsor, hiszen az önök kívánságára megismételjük azt a műsorblokkunkat, amiben dr. Bagi Gabriella és Kónya György a bőrbetegségekről beszélt. Nagyon nagy érdeklődést váltott ez ki önökben, és ebben volt egy játék is. Sok telefont kaptam, hogy nem mindenki tudta leírni a játékkérdéseket, úgyhogy legyen az önök kedvére, megismételjük magát a műsort, és itt természetesen a játékban is tovább részt lehet venni. Záró blokkunkban pedig a filmzenékről lesz szó, a híres filmslágerekről, amelyek, ha igazán slágerré váltak, mindegyikről kiderült, hogy a szövegük is nagyon szép. Tehát a költészet megjelenik a filmzenében is. Tehát Cantando című műsorunkban a legendás filmzenékről lesz szó, és azt hiszem, hogy egy ilyen kellemes pihenéssel talán az önök jó kedvét is meghozom. Az életben rózsák és tövisek terelgetnek, nevelgetnek minket, a nagy boldogság és a nagy fájdalom. Ezt írta meg Eötvös József Álom című versében. Egy álmot álmodék régmúlt napokban, csodásan bájost, s mélyen kínosat. Magam valék. Megnyílt az ég felettem, leszállt egy angyal fényes távolából, s fejemre tett egy rózsakoszorút. Oly illatosat, olyan virágzót, hogy szívem nem bírá gyönyörje terhét. Szerelmet adtam, jó ifjú, neked, így szólt az angyal, bájjal rám tekintve. S míg ott ülék gyönyörnek érzetében, hervadni kezdtek a nyíló virágok. A zöld levél sárgulva hult alá, s tövis koszorú vérzé homlokom, hogy szívem már nem bírta kínja terhét. Szerelmet adtam, jó ifjú, neked. Így szólt az angyal, búsan rám tekintve. Ó, álom volt a rózsa, s a tövis. Álom, mely többé vissza nem jövend. Oh.
Ma egy éve, akkor lettél jegyesem. Ma egy éve, hogy először csókoltál meg, kedvesem. Édes volt a csók, mely ajkaidról ott rám esett. De ki hinni, csókod most még édesebb. Száll az idő, mint a pille, melyet szél ragad el. Szemlátomást fogy az élet, szemlátomást hervad el. Ám hervadjon, Isten néki, érte nem is búsulok, nem vész kárba, mit az élet fájáról lehullatok. Ami elhal életemből, föltámad, mint szerelem. Oly mértékben nő szerelmem, amiben fogy életem. Yeah.
Kedves nézőink, önök most az Andrássy Dúó megzenésített verseiből hallgathattak egy párat, és engedjék meg, hogy elmondjam, hogy aki a hétvégén szombaton ráér, annak és szereti a verseket, egy remek programot tudnék kínálni. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent címmel. Magyar versek és dalok délutánját rendezik meg az Erkel Színház foajéjában. Tehát 2015. április 11-én szombaton délután 15:30-kor, ahol továbbra is élvezhetik az Andrássy Dúó által megzenésített gyönyörű verseket, és a műsorvezető pedig nem más, mint Kondor Katalin lesz. Én úgy érzem, hogy akinek a szombat délután szabad és ráér, annak egy nagyon kellemes időtöltés lesz. És most pedig hallgassunk tovább megzenésített verseket. Magasra nőnek a fák. Mégiscsak az ember a világ. Milyen magas az ég, a csillagok. De létük csak mi bennünk ragyog. Fényük szememben tükrözik. S ha létem tükre eltörik, elmúlnak ők is én velem, vagy mindez csupán képzelem. Mikor Várnai Zseni ezzel a versével találkoztam, én is rácsodálkoztam, hiszen ismerjük Várnai Zseni egy-egy színét iskoláskorunkból még, de ezeket a nagyon mély, szinte filozófikus verseit én se ismertem. És gondolom, hogy amikor Andrássy Frigyes és Andrássy Krisztina rátalált erre a versre, ugyanúgy azt érezték, hogy rövid versben sok mondani való,
Ezt is el kell énekelni. Az egészség megőrzésben. Ebben a blokkunkban egy nagyon érdekes témát feszegettünk, és meg kell mondjam, hogy úgy látszik, nagyon eltaláltuk az önök érdeklődését, hiszen a bőrbetegségekről, a pikkelysömörről, az ekcémáról ritkán beszélünk, pedig bizony nagyon kellemetlen. Legyen most akkor az önök kívánságára, és megismételjük ezt a blokkot, amiben dr. Bagi Gabriella és Kónya György volt a vendégem.